Minden nap, reggel, délbe és este arra gondolok, hogy jó, ez a most, hogyha meghal, igen, most már kézzel annyira beledolgoztam magam, semmi probléma. Tehát minden nap gondolok halálra, és edzésszerűen csinálom. De nem várod? Nem várom, csak kész vagyok rá. Hát rengeteg formában próbáltam elképzelni, hogy hogy csináljam. Mikor voltál a legközelebb ahhoz, hogy valamit csinálj? Érdekes, nem a szalámi, meg, hanem amikor elhagy ágott a második fős. Igen, akkor. De akkor van egy fantasztikus, misztikus érzés. Nem szeretek misztikus élményekről mesélni, mert az emberek nem hisznek ebbe. Rettenetes állapotban voltam. Ott mindent, amit alkohol, drog, amit akarsz. És akkor van egy misztikus élmény, és úgy vége szakad, és van, az fantasztikus. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem sokáig az ország egyik legfontosabb ITC-nek számított, Bakács Tibor settenkedő volt, a Magyar Narancs kulturális rovatvezetője, az Élet és Irodalom főszerkesztőhelyettese, az országos ismertséget a Megasztár Hostel számára. Később aztán helykereséséről, anyagi gondjairól szóltak a hírek. Bolti szalámi lopásakor keresztre feszítette őt a közvélemény. Ritkán ad interjút, most velünk kivételt tett. Mi pedig esetében nem ragaszkodtunk annyira a műsor megszokott dramaturgiájához. Ő következik. Téged sokáig, talán még most is, Bakinak becéztek. Igen, igen. És te fölírtad a figyelmet az egyik interjúban, hogy te azért egy ilyen nagyon sikeres és tekintélyes, kvázi dinasztiának vagy a sarja. Igen. És volt egy elejtett félmondatot, hogy hát nem véletlen vagyok én Baki, mert kilógok a sorból. Miért lógsz te ki a sorból? Igen, az érdekes, hogy úgy lettem Baki, hogy tulajdonképpen tévedtem a dologra vonatkozólag. Tehát a család nevem az, hogy Bakács, és akkor ennek mindenféle változatát lehet találni a történelemben, de az első házasságomból két lány született, akik nem vitték volna tovább a nevet. És aztán később két fiú születik, így nem válik igazzá, de megmaradtam Bakinak. A Baki a hibát jelenti. Miért vagy te hiba? Egyébként később gondolkodok, hogy nagyon, mert hogyha nem folytatódik a nevem, akkor egy hosszú családtörténetben én vagyok az, aki hát fú. De aztán rájöttem, hogy nem, több szempontból jó, politikailag megbízhatatlan. A hiba, aki, hát a lopást ugye azt nem kell mondanom, az csodálatos Baki. Tulajdonképpen soha ne bízz bennem abba a vonatkozásban, hogy nem tudok bármit elrontani, vagy elcseszni, vagy, és nem szabad csúnyán beszélni. Szerinted miért csinálod? Ez misztikus, szerintem azért, mert bennem félek, tehát nagyon sokan azért nem vétenek hibát, mert félnek a hibától. De például rájöttem, hogy a hibának nagyon érdekes következményei vannak. De ez már gyerekkorba kezdődik, tehát az apám nagyon okos, művelt, több nyelveket beszélő ember volt. Egy bíró volt. Bíró volt, igen, de beszél görögül, latinul, érted? És nézte a fiát, és azt gondolta, hogy hát még mondta is nekem, hogy és én az elején buktam például matematikából, tehát nem mentek jól az iskolai tanulmányaim, csak később javultam föl, hogy hát tévészerelőnek kéne mennem, mert az egy tiszta szakma. Nem járt messze az igazságtól, mert voltam a tévében, csak nem a háta mögött, hanem előtte. De ezt ő nem inkább ilyen motivációs mondatnak számta? Nem. Szeretett, és nem értette, hogy miért nem vagyok azon a szinten, ahol ő. Később aztán fantasztikus lesz a kapcsolatunk, mert végül megért engem. A halálos ágyán mondja, az utolsó mondata a legfantasztikusabb, hogy kisfiam, ha ezek rájönnek, hogy téged nem érdekel a politika, mindig nagyon pontosan fogalmazott, nem fogják neked megbocsájtani. Tehát bizonyos dolgokig az intelligenciája az nagyon magas szintű volt. Igen. Mit nem fognak neked megbocsátani? Magyarországon szekértábor logika van, akár a politikai rendszer nézett, de bármiben. Én nem tartozok senkihez. Ez jó rész nem a te felelősséged? Nem, azt gondolom, hogy én vagyok, és a saját identitásomat megőriztem, például magyar vagyok, semmi közöm a magyarkodókhoz. Uh-huh. Csak mondom, hogy
keresztény vagyok, semmi közöm az a keresztényekhez, akik nyomják itt orva szájba, a médiába, imaláncba, vagy bármiféle formába. Most te mely közösséghez, vagy mikroközösséghez érzed magad tartozónak? Ki a te társaságod? Kutyák. Kutyapásztor voltam, éppen most lett vége, de nagyon sok évekig kutyákkal voltam együtt. Mit csináltál pontosan? Hát nagyon sok kutya van, és vigyázok, hogy ne harapják meg egymást, meg hogy ne rendesen viselkedjenek. Tehát ilyen, van a kutyanevelésnek egy ilyen bandázós formája, nagyon hatékony egyébként. Sokszor persze azt éreztem, hogy inkább a gazdával kéne foglalkozni, nem a kutyával, mert azért a kutya leveszi mindig a gazdát. Szóval kutyákhoz, belevágtam a szavadba, kutyákhoz. Egyes emberekhez, és kész. Mondasz mondjuk kettőt. Klári néni. Ő kicsoda. 92 éves, süketnéma, mindig segítek neki, járok hozzá. Van egy másik... de ő nem akarja, hogy beszéljek, vagy tudja, hogy itt vagyok, de pedig az milyen izgalmas. De például Klári nénivel te hol találkozol? Nem, nagyon érdekes, valahogy elterjed az, hogy vannak olyan korábban olyan embereknél takarítottam, akiknek mondjuk a keze vagy a lába hiányzott. És ezek a szubkultúrák vagy buborékok továbbadják a hírt. És hát sajnos ezek közül sokan gyorsan meghalnak, tehát és akkor ez így terjed. Tehát nekem nem... Az a dologban tudod az izgalmas, hogy nagyon kevés pénzt kapok, de lényegében rendelkezésre állás történik. Tehát amikor a Westernnél dolgoztam, és 24 óra alatt bármikor felhívhattak, mert olyan volt a munkám, akkor rengeteg pénzt kaptam érte. Most egy ilyen rendelkezésre állásért kapok mondjuk 2000 forintot, 3-at, tehát, de nem ezért csinálom, csak mondom neked, hogy olyan munkákat végzek el, amit más, biztos, hogy nem. Retteltesen szerencsé van, mert szorgalmas vagyok. Az genetikus. Nem az, hogy én összeszedem magam, azt most már tudjuk a géntudományból. De nem probléma a fáradtság. Az a dolognak a retteletes visszássága, hogy fizikailag nagyon jó állat. Tehát én 15-20 évvel ezelőtt rosszabb állapotban voltam, mint most. És ezt szerinted minek köszönhető? Fizikai munkának. Én most egészen idáig betonoztam és falat bontottam. Te most kápolnyásnékkel dolgozol? Igen, hát most ott egy házat építek, és az, hát ugye az a dologban az a legviccesebb, hogy volt gerincsérvem, szedtem rá gyógyszereket, de ezt mondták az orvosok, hogy ezt nem meséltem el, tehát látod itt a hiba, elmesélem, hogy a kézzel jót tesz neki, ha ilyen vésővel így valamitől szétrázza a csigolyákat, és nem fáj. Azóta nem szedek afla, mint amióta betonozok. Ott, akikkel együtt dolgozol, ők emlékeznek rád a tévéből, meg a nyilvánosságból? Persze. Azért még mindenki emlékszik. Igen? Igen. Ez érdekes, hogy nagyon nehezen kopok ki, de te is tehetsz erről, mert ilyeneket csinálsz. De azért tudok rejtőzködni, mert van olyan munkás ruhám, és ebbe járok az utcán. Ez van egy simléderes sapkám, amire azzal írva, hogy boss. Na, ekkor nem ismernek föl. De például a kukáért, amikor behívott a Ferencvárosi Önkormányzat, akivel ne beszéljünk róla, tehát felháborító, mondtam, hogy ebbe leszek. Mondták, hogy azt nem lehet. Tehát érted, hogy mindenki hülye a csapatban, mert egyrésztről nincs humorérzékük, másrésztről pedig ciki a munkásosztály, hogy nézel ki, mintha lenne jelentősége, vagy Majka jól néz ki, vagy nem is akarok jól kinézni. Tehát ezt mondom, hogy de nyilvánvalóan valahogy reagálok az életre, meg az életemre. Tehát amikor munkás vagyok, akkor munkás ruhába járok, és nem teszek úgy, hogy... De van kivétel, például most képzeld, kápolnásokon levettem a munkát, miatta felvetted. De tehát mindig hazudok, vigyázz vele. Igen. De tényleg, nagyon nem akarlak szembe szopikázni, csak mondom neked, hogy kivétel. Köszönöm, nagyon köszönöm. Jó. Viszont tényleg tudod, hogy sokat jelent, viszont vissza apukádhoz. Igen. Mert azt mondod, hogy a végén megértett téged. A végén ti közel kerültetek egymáshoz? Nem tudom. Tudod, nagyon, de egyrészt
az, hogy ő bíró volt, és a jog és az erkölcs maga szintjén volt, az alakította ki bennem, hogy én a törvényen kívüli legyek. Ezen ilyen fiúk lázadása? Nem, ez a tengely. Tehát azért lettem tilos rádió, stb., mert ő volt az, aki kimondta, hogy ez ennyit ér, az annyit ér, stb., és rájöttem egy időtlen, hogy így tartott fogva. A legfantasztikusabb, hogy milyen ember volt, csak mondom neked, hogy egyszer ültünk egymás mellett, és egy jégfolton megcsúszott az autó, és fejreálltunk, egyikünk se halt meg, és hogy lógunk így az autóból lefelé, azt kérdezte, hogy erre mi szükség volt, fiam? De hát érted, de annyira jó lett volna, hogy kiabál, pofa, nem, soha. Végtelen szabadon hagyott, nem biztos, hogy a szabadság egyrészt jó dolog, de nagyon korán szorongás szül. De aztán, amikor, de mondom az élet, demencia és Alzheimer együtt lépett föl, 92 éves korában halt meg, és akkor laktunk együtt, fú, az nagy tapasztalás. Mire? Mit tanultál róla? És ennek rólatok? Ellenére mondta ezt az utolsó mondatot, tudod, tehát ez ettől fanta. Hát azt, amit teológián tanultam, csak más tanulni és átélni valamit, amikor Canterbury Szent Anselm, aki hát nagyon tudós volt, és számtalan könyvet írt az egyháztörténet fantasztikus alakja, a végén olyan hülye lett már, hogy csak azt tudtam mondani, hogy én Anselm. Nagyon félek, hogy hülye leszek, annyira félek tőle, hogy mindig, de ezt most komolyan mindig imádkozom, hogy úgy értelmesen szeretnénk meghalni, a legjobb, ha jön a busz, mert az egy gyorsvágás, és anyám értelmesen halt meg. Nem tudom, hogy ez mit jelent az, hogy ugye korábban nem volt demencia, mert eleve az életkor nem tartott odaig. Hogy aki demens és alzheimeres, annak jó vagy rossz, nem tudom, mert lehet, hogy ő belül védve van. De én, amikor a Fradi meccset néztünk együtt, és 5 percenként megkérdezte, hogy ki játszik. Fú. Volt türelmed elmondani mindig? Képzeld, volt, de hát nyilvánvalóan a 27. esetben, amikor mondjuk a vacsorát betette a ruhás szekrénybe a maradékot, és akkor az fölfedezte, érted, tehát azért meg lehet úgy, de általában volt. De, ilyenkor... de képzeld, ezt mondom, hogy ez hozott minket közel. Az ő szenvedése és leépülése, az most, hogy meghalt, az nagyon jó. Tehát arra gondoltam, az nem lett volna, akkor az nagyon, nagyon... Mikor ment ő el? Pár éve, egy-két éve. Egy-két éve. Tehát ő megélte azt a te szalámi történetedet? Hát minden, mert mindent. Minden szegény szüleim, igen. És mit mondtak? Vagy ő mit mondott? Nem. Apám, azért mondom, ilyen annyira távolról nézett, hogy semmit nem szólt. Semmit nem szólt. Anyám az kétségbe esetten sírt, a nővérem az még nagyobb kétségbeesésbe került, mert ő szerencsétlen fideszes marha, érte, hogy mi lesz az ő reputációjával, de aztán mindenki beletörődött abba, hogy ez történt. De amikor mindez kiderült. Igen. És ahhoz képest először találkoztál édesapáddal. Azt fel tudod idézni? Nem, érdekes módon nem. Utána olyan erős veretés volt, hogy szinte csak arra emlékszem. Most arra gondolok, hogy fantasztikus, hogy túléltem. És, mert egyszer a fiala kérdezte, hogy mire volt ez, jó, mondom, képzeld el, ott kezdődött az új életem. És mindenki, amikor eltemetett, nem gondolta arra, hogy nincs vége az életnek. Akkor... Szerinted téged eltemettek? Simán. Eltemetett mindenki, de azt mondom neked, hogy az az érdekes, hogy kezdődik egy új élet, és az senkit nem érdekelt, hogy születik egy másik élet, ami nem olyan, amit ők láttak a tévében, vagy igen. Azt mondod, hogy az is, jól emlékszem, azt mondod, az is csoda, hogy túlélted? Igen, most utólag azt gondolom, hogy tudod, nem is az volt a durva, hogy miket mondtak nekem emberek, hanem egyszer megyek át a Moszkva téren, és egy cigányasszony üvölt rám. Ott megy a dolga! Félelmetes volt. Tényleg, mint egy film. Döbbenetes volt. Azért van, aki öngyilkos lesz, van, aki alkoholista lesz. Én még teljesen új életformát kezdtem, azt nem, akkor még nem tudtam, de aztán az úgy kezdődik. Igen. Amikor utánad kiabált egy ember, igen. Akkor te hogy reagáltál? Sehogy. Azt tudtam, hogy azt képzeld, én judoztam, egy jitsuztam, a verés ki kell bírni. Ennek ez a titka.
gyerekeim is azért sportolnak, a vereséget meg kell tanulni, elszenvedni. Te nem volt ez túl nagy vereség? Képzel, nem, mert mindegy. Végül már egyszer megbántottam a Bocskort, de Árpa Attila Bocskor, vagy Tila Tila lettem volna. Nem, ez áll a jó Istennek. Hát gondolj bele. Nem akarok. Nem. Hát borzalmas, képzeld, a média formált volna azzá, te is nehéz helyzetben vagy, nagyon kell figyelni. Csak most nem rólad van szó, csak mondom, nagyon vigyázz. Na, a Schwabék azt mondták, 42 évesen, amikor a Megasztár volt, megcsináltunk téged, Baki. És egyrésztől nevetségesnek tartottam, akkor az Élet és Irodalom kritikai rovatvezetője voltam, meg egy csomó mindent csináltam. Másrészt meg volt igazság benne. Nagyon sokan azt a képet őrzik róla. Nagyon fontosnak tartottam a véleményemet, nagyon szépnek tartottam magat, és nagyon okosnak. Halálkomoly. Most már azért finomodott a képen magamról. Hogy kicsit meg is voltál akkor részegedve magadtól? Tehát az a típus, aki olyan, nekem meg, ez jár. De értem, hogy miért. Igen. Hát kérlek szépen, a politikusok részegedhetnek meg ugyanígy. Tehát holnaptól inflációs, háborús, stb. És a dolog elkezd, persze nyomja a Rogán Tónék, meg mindenki nyomja afelé, tehát nagy segítség van, és valahogy olyanná válik a valóság, amit ő hazudott. Uh-huh. Egész pontosan fogalmaztam most, igen. És a média ebben nagy segítségemre volt. Az, hogy, de mondom például, akkor lehet, hogy nagyon hamar elpusztultam volna, mert például nagyon kövér voltam, az egész életformám nem volt egészséges. Ami ott az, azt mondom, ebben az a szemétség, hogy mi van, ha sokáig élek. Hoppá, és Alzheimer, demencia. Érted? Tehát ez rettenetes, veszélyes. De meg kell mondanom, hogy fizikailag nem érzem, meg lelkileg nem érzem rosszul magam. Anyám eltett, de az összes újságot, amiben cikket írtam. Tudod, mit csinálok? Most, ha megyek ablakot pucolni, ezekkel pucolom az ablakokat. De miért? Mert fantasztikus megélni azt, hogy micsoda értéknek tekintettem az Élet és Irodalmat, vagy a Magyar Narancsot, stb., és most egy felületet megtisztítok vele. Igen, azt gondolom, hogy érték volt, nem arról van szó, hogy értéktelen, de azért Szent Anzelm, értem, most visszatérünk a Szent Anzelmet. Jó, ahhoz, hogy elhagyjam a magyar értelmiségieket, ahhoz ezt az életformát kellett megélnem. Képzeld, ha kell valamit mondanom, sokkal jobban szeretem a munkásosztályt, mint mondjuk Frany Tamást. Pedig barátom volt és az MTA elnöke. Te csalódtál bennük? Miért? Mélységesen. Hol hibáztak veled szemben? Vagy ja, nem csalódások? Velem szemben. Ja, azt mondja, hogy engem az nem érdekel. Az országgal szemben. Hát felháborítom. Nem törekednek az igazságra. Na, ne, hagyjuk. Fájta az neked mondjuk emberileg? Ja, persze. Hogy elengedték a kezed? A tilos fájt a legjobban, de fájt a hócipő is. Persze. Ezt megmondtad Farkasházban? Nem. Nem nyafogok. Miért nem? Mert ilyen hülye macsó próbálok lenni. Oké, megpróbál nem nyafog. Nem. És van, akinek te nyafogsz? Persze, nőknek. Nőknek? Nőknek, igen. És ők meghallgatnak mindig? Meg mindig. Hát ezt gondoltam, hogy Isten kegyelme az, hogy igen, van libidóm, és a nők meghallgatnak. Igen. De ilyenkor te úgy nagyon el is tudsz gyengülni? Mikor úgy mondod a bajokat, meg a terheket? Sírás, rívás, nyafogás, mondták igen. Ezt nekem. Persze. Ugyanannyi nő van bennem, mint férfi, csak mondom, igen, szoktam, meg kell is, de biztos, hogy ilyen munkahely nem. Ma van olyan nő, hogy ilyen finoman fejezem ki magam, akinek úgy a vállára hajtod a fejed, és tudsz nyafogni? Igen, és nem mondom meg, hogy ki. Akkor lehet, hogy ő volt a második, aki nem akarja, hogy beszélj róla. Ha jól igen, értem a... Igen. Több ilyen nő van, aki nem akarja, hogy beszélj róla. Értem, mert az életüket hagyják békén. Igen. Te kitől várnád leginkább, hogy az elmúlt x évedért bocsánatot kérjen tőled? Senkitől, nem kell. De ezt most macsoskodásból mondod kicsit, nem? A tilos rágy, képzeld, tényleg szinte tehát csak... Tehát ha én egy olyan szívednek kedves hölgy lennék, akinek nyafoghatsz, akkor mit válaszolnál erre? Kik? Kik kérjenek tőled bocsánatot? Nem kell, mert képzeld el,
Azáltal, hogy kirúgtak a Tilos Rádióból, ez nagyképpen hangzik, nem élettem kevesebb. Ők. Tudod, hány újságírót indítottam el a pályán? Két ember emlékszik rá, hogy ő. Az egyik egy főszerkesztő volt, a másik a mindegy, talán a Végső Zoli, nem haragszik, a Végső Zoli. A 40-ből kettő emlékszik rá. Halálkom. Kifejezetten jó képességem volt ahhoz, hogy már tehetségeket fedezek föl, ugye vicces, de nem csak a Megasztárban, az Élet és Irodalom kritikai rovatát szinte teljesen kicseréltem. Á, nem emlékeznek rá, nem baj. Mondok egy fantasztikus. Képzeld, az Amarodrom 30 éves lett, és meghívtak a 30. születésnapjukra, én elfelejtettem mindent, mert az első ilyen cikket róluk én írtam. És azt például teljesen elfelejtettem. Az ilyen nagyon jól esik neked? Ez jól esett, mert elfelejtettem. De például ott is a baki, a hiba, ott is kitör a botrány, mert ott, ahogy felszólaltam, mondtam, ott ültek a cigány testvéreim, hogy hát én nem értem a cigány pasikat, miért ilyen szomorúak, tényleg ott ültek ilyen arccal. Hát gyönyörű nőitek vannak, és hogy mi ez a keserűség? És akkor a nők föllázadtak, hogy igaza van, mi? Csak azt mondom, hogy igen. Ja, nagyon vicces, hogy figyelj, rólam még azt is elterjesztették, hogy nem szeretem a cigányokat. De aki cigányok tudják, hogy ez rettenetes hazugság, rettenetes. Bizonyos emberektől megvan a tisztelet, tehát csak azért mondom, hogy a Spíró Györgyöt kérem, hogy írja alá a könyvet, akkor azonnal megteszi. Nem, úgy mondanám, hogy a szellemi szférából azért sok ember nem ítélte, vagy mindegy, hogy igen, nem negligált. Igen, ebben nincsen problémám. Nyilván várjál, Szilágyi János, néha fölhív, fantasztikus. Kiváló ember, igen. Csak mint rádiós, igen. Mert tudja, hogy nekem példaképpen volt fiatal koromban, és akkor... Az ilyen például úgy megédesíti azt a pár órád, hogy a Szilágyi megkérdezi, hogy igen, hogy hát vagy? Azért igen. Igen, az jó leső érzés, igen. Nincs olyan sok ember, aki úgy rácsörög, és megkérdezi, hogy mi van vele, Tibor? Jönnek hozzám. Nem, az rengetegen jönnek hozzám. Inkább csak ilyen, nem is tudom, milyen beszélgetések ezek. Tudod, miket csinálok otthon? Például gyerekeknek tartok, van otthon mozivásznom, vetítőgépem, és 10 éves gyerekeknek filmklubot tartok. Ja, a kutyák után a gyerekeket nagyon szeretem. Ma elmondod, hogy körülbelül hogy van berendezve az életed? Mondod, hogy van egy ilyen mozivásznod, hogy hol élsz? Budakeszin, az nagyon jó van, Budakeszin nagyon jó, olyan, mint Svájc, nincs bűnözés, gazdag emberek laknak körülöttem, tehát olyan értelemben mondom, hogy Újpesten sokat dolgoztam, az nagyon, tehát Budapestnek van a durva részei, hogy egyszerűen óvatatlan konfliktusba kerülsz. Budakeszi az a Békeszigete? A Békeszigete. Ez egy családi ház? Ez egy, igen, nem családi, hanem ilyen társas ház. Ez a tied? Tehát ez a ház? Hát annyira okos vagyok, mert jogi egyetemre jártam, hogy haszonélvezeti jogom van. Csak mondom, akik... Nem, mert a tulajdonom lenne, hát lecsap, mondom, a Sád György, meg mindenki lecsap rám, NAV, meg stb. De most már nincs semmi, most már nincs bankszámlám, semmi. Semmi, nincs értéktártad? Hát csak az életemet lehet elvenni. Hát csak azt. Benne is, az a kellemetlen, benne is vagyok. Sőt, ha börtönbe viszek, abban is benne vagyok. Mert Gandhi, Jézus, Buddha, ezek mind voltak börtönben, én meg még nem. És felháborító. Ne, cibáld az oroszlán bajszát. És egyedül élsz, a gyerekeid is ott vannak. A hétvégenként jönnek a fiaim, mindenki tudja, hogy szombat-vasárnap az a fiúk. És mindig megyek. Tehát állandóan Szerbiába is vagyok. Mert ők ott élnek az édesanyjuk. Hát az édesanyjuk. Itt, de hétvégenként mindig itt. Magyarnak nevelem őket. Ők mennyi idősek? 12-10. Kötődnek hozzád? Persze. Nagyon? Nagyon. Legutóbb, mikor beszélgettünk, az egy karácsony este volt, azt hiszem 2020-ban. Igen. Akkor nagy szívfájdalmad volt, hogy a Covid elválaszt benneteket. Akkor elválasztott, az szörnyű volt. Igen. Az nagyon rossz. Aztán, amikor feloldották a határzárat, akkor ott a kezdve... Mindenki az úgy, hogy Szerbia messze van, nem, 3 óra. Határ nagyon jó. Feleségeddel ilyen értelemben rendeződött a... Minden, kézzel mind a két feleség, ez nagyon érdekes, bár valószínű, hogy elegük lett nekik belőlem, de utólag minden megjó. Tehát az első és a másik feleségem is jóban vagyok, igen. Ez nagyon örülök. Ez hogy történik, az ilyen? Hirtelen valaki... Megbocsájtunk egymásnak, egymás hibáit megbocsájtjuk.
Úgy lehetséges. A lányokkal, ugye az első házasságban? A lányok azért leszarnak, bizonyos értelemben, de egyrészt azért, mert az életük az robog, tehát nem ugyanolyan, mint a fiaimmal, de azért az Orsi az esküvére meghív. Tehát nem arról van szó, csak mondom, ez nem olyan intenzív, mint a fiaimmal. Ők már nagy lányok akkor, hát felnőttem. No, hogy azt mondom, hogy ők már felnőttek. Az első feleségem végtelen meghatott, mert tökre mentek a fogaim, és akkor azt mondja, megcsinálja. Mondom, de nekem nincs, nem csak, hogy megcsinálja, de hát, mondom, nekem erre nincs pénzem. Hát rettem, mondta, hogy kifizeti. Azt, hogy... Nem számítottál rá. Hát persze, hogy nem számítottam rá. Igen. És ezt mondom, hogy egy idő után az ember belátja a másik ellen elkövetett bűnöket, megbocsát, és akkor ez így lehetséges. Neked volt több bűnöd vele szemben, vagy fordítva? Nem érdemes ezt. Azért nem, mert valószínű mindig arányosan, direkt mondom azt, hogy 50-50%, hogy egyrészt igazságos legyek, másrészt ne vádoljak senkit. Már nincs értelme avval. Nincs értelme. Nincs értelme a szeretetnek több értelme. Nem lehet mindig kivitelezni. Ez nagyon nehéz. Ez szörnyű. Az, hogy a szerelemből végül nem szeretet lett, az baj. De látod, mondom, telik az idő, és a végén. Szerintem például a feleségemben látták, ez ilyen hülye. A baki, a hiba. Elfogadták azt, hogy amilyen vagyok. Ami tetszett nekik az elején, és magasra értékelték, azt nagyon alacsonyra értékelték, és aztán még telik el idő, és akkor rájönnek, hát nincs mit tenni. De őszinte, vagy mit tudom, egyenes, vagy stb. Igen. Hát ha egyenest említed, azt mondtad nekem egy korábbi interjúban, amikor először beszélgettünk, hát onnan most már tizenvalahány éve, nagyon rég volt, igen. Hogy egy időben te nagyon sokat hazudtál. Igen, igen. De kinek? A feleségemnek, az első feleségemnek nagyon sokat. Persze, csak megcsaltam, meg hazudtam. Nagyon, nagyon rossz, mert egyrészt nagyon kell koncentrálni. Hogy az ember emlékezze, hogy mit mondta. Hogy mit hazudott. Az azért jobb, például nem hozzá, nem kell, ezzel semmilyen energiát már nem fordítok erre, mert azt mondom, amit gondolok meg. Másrésztről kialakít egy manipulatív képességet, ami nem biztos, hogy jó. Éltél ezzel te is. Persze, igen, igen. Nem, sok, retteltes benne. Úgy is mondhatnám, hogy figyelj, fantasztikus Isten kegyelme, hogy elloptam a szalámit, mert abból a hazug és manipulatív életformából egy-két centit előre jutottam. Ez biztos. Tehát jobb ember lettél annak köszönhetően? Ez olyan rossz kimondani, mert amíg Jézus is azt mondja, hogy ne mondj ilyeneket. De szerintem igen. Tehát jellemnemesítő volt. Igen. Igen. Javított rajtam bizonyos. Igen. Igen, ezt azért lehet mondani. Igen. Magadnak is hazudtál annak idején? Hát ez csak úgy érdemes. Mert akkor lehet jól hazudni. Ha magaddal elhiteted, akkor sokkal könnyebb. Igen. Csak mit hazudtál? Mi volt a legnagyobb hazugságod magaddal szemben? Hú, most nehezet kérdeztem, mert sokat hazudtam, ezért kiválasztani, hogy melyik volt a önmagammal szemben a legnagyobb hazugság. Ezzel majdnem egy hetet fogok gondolkodni, és aztán felhívlak, és megmondom neked. Jó. Mert ebben pont arra gondoltam, hogy hú, tényleg most gondolkodok. Nem, nyilvánvalóan az első, a Judittal kapcsolatban, házasságomban voltak olyan dolgok, amiben például azt gondoltam, igen, mondok egyet, például azt gondoltam, hogy semmi probléma, én uralom az élethelyzeteket és a viszonylatokat, nem is tudtam, mennyire nyomorult vagyok. Tehát ezért mondom, hogy az ego, az fantasztikus. Tehát ahhoz, hogy széttörjön az egóm, ahhoz csomó minden kellett. És a egyik legnagyobb hazugság maga az egóm volt, szerintem. Az most eltűnt? Szerintem már a nyomokban. Azért nem mindig óvatosan, mert például nekem az egyik alapvető hibám volt a harag. Olyan szinten tudtam üvölteni, van egy könyv, ami úgy kezdődik, hogy Isten ments a bakács haragjától. Tehát volt, ha kiabáltam, akkor 5-6 nő állt egy szobába, és minden sírta magát. Tényleg, söprő haragom volt. És azt gondolom, már nagyon régóta nem történt ilyen, és azt gondoltam, hogy sikerült, ez egy fő bűn egyébként a harag, hogy ettől megszabadultam, és aztán visszaesel, érted? És akkor abban a pillanatban azt gondolod, hogy nem, mindig vissza lehet esni. És kézzel vannak jó tulajdonságaim, soha nem ütöttem meg nőt és gyereket, soha.
és ezt nagyon fontosnak tartom. Most rengeteg olyan emberrel beszélgetek, akik bántalmaztak szexuálisan vagy fizikailag, döbbenetes mennyiségű. Nagyon érdekes, el is mondják nekem. Nagyon sokan gyónak nekem. De hol találkozol ilyen emberekkel? Takarítás közben. Most van egyfelől, hogy betonozol, ez a munkád egyik része, másfelől még emellett takarítasz is. Takarítok is, igen. Igen. Odamész, takarítasz, és közben... Elkezdenek beszélgetni velem, igen. És elképesztő sorsokkal találkozol. Elképesztő sorsokkal, igen. Valószínű, például megtanultam hallgatni, korábban nem tudtam, gondolom állandóan nyomtam a dumát. De például mit változik? Sokkal jobban tudok hallgatni, mint korábban. És mit tudsz mondani egy olyan embernek, akiben borzalmak estek meg, és neked elmondja? Hát koncentrálok nagyon a problémájára, és azért sok minden, mert sokat olvastam meg, tehát így... Nem, van... Tudsz te vigasz lenni? Igen, próbálok. Igen. Nem biztos, hogy sikerül, de próbálok, igen. Most valaki az anyukájával kapcsolatosan nagyon sok problémája van, és megpróbálom megmagyarázni neki, hogy az a jó a megbocsátásban, hogy felszabadul az anyukája a szörnyű uralma alól. És a bűnt és a szemét szét kell választani, mert ugye összekötődik, és azért nem tudja, azért olyan szörnyű. Nehéz azért megbocsátani, ahhoz nagyon sok erő kell. Nehéz, de képzel, jobban jársz. Neked, nem az ügybe akarok belemenni, igen. Csak erről eszembe jutott valami, elmondtad, hogy amikor az eltére jártál, téged megfigyeltek, igen. Megtudtad, hogy ki az, igen. De te megbocsátottál neki. És az jutott eszembe, hogy neked, kinek kellett a legnagyobbat megbocsátanod? Neked. És kézzel nem sikerült teljesen, de nem olyan régen tudtam meg, hogy az egyik legjobb barátom is besúgó volt. Véletlenül tudtam meg. Kézzel nem akkor, hanem mert ugye 92 környékén bele lehetett nézni az a iratokban, nem. Körülbelül egy éve tudtam meg, hogy az egyik barátom. És... Szakmabeli? Nem. Az egyik legjobb barátom volt. Rólad is jelentett? Igen. El is olvastad, hogy mit? Nem, csak hát fantasztikus a dolog, elmondta valakinek egy szórakozó helyen, és ott hall, félelmetes az élet, ott hallotta egy biztonsági őr ezt a beszélgetést, és fölhívott, nem is ismertem a biztonsági őrt, hogy szeretne velem beszélni, és akkor így tudtam meg. Talán megbocsátom, minden este, amikor imádkozom, akkor erre gondolok. Szembesítetted őt ezzel? Nem, korábban szakítottunk, igen. Tehát szakítottunk, de ebben nem szembesítettem, mások miatt szakítottunk. Csak kérdezem, nem tudom, igen. Az nem lehet, hogy ez a biztonsági őr nem feltétlenül az igazat mondja? Ez nem csak lehet, nem lehet, mert nem olyasmiket mondott, amit nem is tudhat. Amit nem is tudhat. Nem. Az az érdekes, hogy 2023-ban derül ki az, hogy az fantasztikus. Az igazság mindig kiderül, csak időkérdése. És nem tudom, úgy érzem, hogy, tehát ezt mondom, amikor mi atyánkat mondok, akkor például mindig rá gondolok, mert szeretnék eljutni addig, de megmondom neked őszintén, azért még nem olyan, még nem történt meg bennem, azt érzem. Nem segítene, ha leülnétek? 35 éves barátság volt. Pont ezért kérdezem. Nem tudom, nem, most nem. Még nem érzed magadban az erőt? Nem megy, igen, meg nem megy. Mindenemet odaadtam neki, mindenemet. A Júdás effektus nagyon érdekes, az nagyon érdekes. Tehát Krisztus jóval fölötte már. Jézus szereti Júdást. Csak ostobának tartja, hogy felakassza magát, mert nem bízik Istenbe. Oké, én azért nem vagyok Krisztus. Ha már az öngyilkosságot említed, azért egy-két posztban igen. Te úgy célozgatsz rá. Nagyon sokáig éltem ezzel a gondolattal, például ez is fejlődés, ív, igen. Igen, mert azt gondoltam, hogy a szabadságomban van véget vetni ennek a szarnak, amiben vagyok. Most már eljutottam oda, hogy annyira jó lenne, ha bármilyen halált elfogadok, csak ne nekem kelljen. Ne. Elfogadnál az annyit jelent, hogy néha gondolsz is rá, hogy mikor jön? Nem. Voltak olyan, vagy mit tudom, másoknak is a Hagakurét is olvastam, én minden reggel, tehát jó nap ez a halálra, Róma. Hagakure, készülj fel a halálra, minden nap, reggel, délbe és este arra gondolok, hogy jó ez a most, hogyha meghal. Igen, most már kézzel annyira beledolgoztam magam, semmi probléma. Tehát minden nap gondolok a halálra, és edzésszerűen csinálom. De nem várod. Nem várom, csak kész vagyok rá. Ezért mondom azt, hogy nagyon megfenyegetni, megijedszteni már nem tudnak. Szerintem nem tudnak. Férfiak, nem nők, mitől még félek, de férfiaktól már nem.
Tehát a torkomra szegezel egy kést, szépen nem dobok fel a szívem. De azt mondod, hogy volt egy időszak, amikor ezzel kacérkodtál. Az mivel járt? Hát rengeteg formában próbáltam elképzelni, hogy hogy csináljam. És ugye olyan nevetséges az ember, például nem volt jó a vonat elé ugrani, mert arra gondoltam, aki vezeti a vonatot, annak az szörnyű élmény lehet. Tehát tényleg, hát nem akarok másnak rossz élményt. Ha fölakasztom magam, avval az a baj, hogy az nagyon lassú halál. De ezeket te így végig gondoltad? Végig gondoltam, persze. Meddig jutottál el, mikor voltál a legközelebb ahhoz, hogy valamit csinálj? Érdekes, nem a szalámi, meg, hanem amikor elhagy ágott a második felső. Igen, akkor. De akkor van egy fantasztikus, misztikus érzés, nem szeretek misztikus élményekről mesélni, mert az emberek nem hisznek ebbe. Rettenetes állapotban voltam, ott mindent, amit alkohol, drog, amit akarsz. És akkor van egy misztikus élmény, és úgy vége szakad, és onnantól, az fantasztikus. Csak tényleg keresztényeknek elmondom, akik nem Tóth Gabik. Akkor de elmondom neked is, csak tudom, csak na mindegy. Feküdtem a földön, és éreztem azt, hogy egy arc közel jön, nagyon közel jön hozzám. És ez az ő arca volt. Fú, fantasztikus megtisztelés. Köszönöm. Nem haltam meg, látod, itt beszél. Az ő alatt azt érted, hogy a fejében való? Jézus Krisztusra gondolok. Csak annyira mindegy. Egy arc. Ha ő akkor nem jön, akkor te szerinted véget vetsz ennek? Hát már közel. Képzeld, olyan szinten téptem be magam, az nem viccelek, hogy néztem egy filmet, és jött egy teherautó, és nem ismertem föl a tárgyat. Azt belegondolom többet. Nem ismertem föl, hogy mi jön ott. Ott már majdnem állandóan beszéltem, majdnem megbolondultam. Attól például te féltél? Hogy megbolondulok? Igen. Akkor igen. De figyelj, szerencsére nem tartott sokáig, egy-két hónapig, és történik ez az élmény, hogy fekszem a földön, és ez, és vége lesz. Tehát ki külső erő segített, nem én voltam az, aki kimászott, de valamit a fene tudja miért. Ilyen értelemben tartasz, vagy tartottál folyamatos önvizsgálatot, hogy az ember, amikor ilyen értelemben gyötri magát, igen, akkor is mondhatod, nagyon félsz ettől, a demenciától, a megkattanástól. Igen, hogy de az azért... ember nehogy a saját tengelye körül pörögjön, észreveszi-e azt? Hát figyelj, módszereket használok, sakkozok, napi 2-3 órát sakkozok, mert mondták, hogy az nagyon jó. Képzeld, demencia, meg Alzheimer ellen, ha állandóan használod az agyadat, az jó valamiért. De nem csak arra gondolok, arra, hogy azt mondod, hogy ott majdnem megkattantam, hogy az ember észreveszi, ha megkattant. Én észrevettem. Tisztában voltam. Teherautó. A teherautó volt az egyik teszt, az volt, arra gondoltam, mi az is. És amikor kicsit kicisztult a kép, rájöttem, nem ismertem föl egy járművet. Húha. Igen, észreveszi. Azt mondod, hogy akkor mindent magadhoz vettél. Volt olyan időszak, mikor úgy... Ja, minden, nem, a minden, csak súlyos dolgokat. Súlyos dolgokat, de volt olyan időszak, mikor az alkohol jelentette az egyedüli... Nem, az alkohol mindig párba volt valamivel. Már droggal, vagy mi mondasz? Jaj. Ez melyik időszakra tehető? Amikor párba volt? Igen, mindig. Hát figyelj, nem. Az a dolog, én azért nagyon szerencsés alkat vagyok, mert én nem heroinoztam, meg kokain, meg tehát ezek a nagyon durva drogokat, nem, én fű, teljesen ez a rastafári hangulat. De az milyen gyakorisággal? Nem úgy, mint Snoopy Dog, csak hogy értem, a Snoopy Dog nálam jobb. Rendszeres gyakorisággal, aztán képzeld, eljutok oda, hogy sokkal nagyobb az élmény, ha nem mindig csinálod. Ugye a drogfüggők legnagyobb problémája, hogy hozzászoknak a droghoz, és állandóan emelni kell a tétet. Te biztosan nem voltál, vagy függő? Biztos, hogy függő vagyok. A legkeményem nikotinista függő vagyok, mert anyám teljesen dohányzott velem. Nem bírom, képzel, ez az egy, amit nem bírom ki, cigi nélkül. Mennyi a legtöbb, amit kibírsz? Egyszer kibírtam egy napot, és csodáltam magamat. De az tényleg azt mondják, hogy ha kibírtam egy napot, akkor meg kéne próbálnom leszoknom róla. Teljesen fölöslegesen költök drogra. Az alkohollal most hogy állsz? Hát semmi, nem. Nem? Mert ugye 40 éves korodig egyáltalán nem ittál alkoholt. Igen, csak kólát ittál. Hát figyelj, persze, hogy iszom bármit, megiszom a vodka kedvencem, a gint is szeretem, de hát ahhoz képest, hogy a menkeszek hisznak kiskeserűt, ne viccelj. Látom, én azt látom. Volt olyan korszak, amikor úgy nagyon belelendültél etárgyban? És ez jelentette a kikapcsolást mindenből?
Nem, hanem ez az, amit meséltem, amikor elhagynak, akkor van egy valami borzalmas szintű, de egyébként nem. Nem lettem alkoholista. Tehát én, hónapokig nem, hiszen nem érdekel. Nem, az alkoholizmus, az tudom, mert volt alkoholista barátom, amikor nem tudsz nélküle meglenni. És például a kokáért kaja nélkül, minden nélkül kibírom, nikotin nélkül nem. Van, hogy ki kell bírni kaja nélkül? Volt olyan, volt, igen. De képzeld, igen, de ebbe, látod azt, hogy Isten minden rosszat jóra fordít. Volt olyan időszakom, ahol, amikor nem olyan régen volt, hogy éheztem, csak nem akarom, hogy sajnáljon senki, és egy barátom, aki egyébként a lelki vezetőm is, és mondtam neki, hogy figyelj, napokig éheztem, és képzeld, vizet ittam. És ezen röhögött hetekig, mert én soha nem ittam korábban vizet. Most például rászoktam a vizet, nagyon jó a víz, azt tudtad? De ezt étel helyett szoktad? Nem, volt egy időszak, annyira nem volt pénzem, úgy alakultak a dolgok, hogy semmi. De képzeld, nem pusztultam bele, nyilvánvalóan enni kell, csak mondom neked, hogy megtapasztaltam az éhezést, igen. Nem érdekes. Ki lehet bírni, a víz nélkül nem lehet kibírni. Ez tényleg így van. De nem tudtál venni egy zsömlét sem. Apám, az döbbenet, és akkor meghalt, egy hete nem evett, és egy hete nem ivott. És azt mondják az orvosok, fölfoghatatlan. Már meg kellett volna halni. Aztán végre meghalt, áll a Istennek. Szeretem őt, tehát ne szenvedje. Volt olyan időszak, igen, semmi pénzem nem volt. És nem kérek kölcsön, meg nem fog könyörögni. Az olyan, a Facebookkal az a bajom, olyan rossz indulatok az emberek, és a nélbeérők, az borzalom. Tehát látom barátaimat, érted, akik így kunyarálnak, az rettenetes. Miért? Mi a baj vele? Végtől megalázó. Végtől nem, azt nem. Nem azt mondom, nagyon szeretnék olyan helyzetben, ja, egyébként van egy kis pénzem, adok a koldusnak, pontosan azért, mert tudom, hogy mekkora szüksége van rá. De amit na, hagyjuk. Nem akar. Olyan emberről kéne mondom, aki nagyon szeretek, tisztelek, de hát jelen pillanatban Pajzs Miki, csak kimondom a nevét. Nagyon, nagyon tisztelem, nagyon magasra tartom. Ott közli a számlaszámát, és felolvas, állati rosszul egy adéverset. Jézus Mária, na, és bocsánatot kérek, Miki. De borzasztó. Úgy gondolom, hogy ez borzasztó. Amikor azt mondják az emberek, hogy miért nem szóltál, amikor bajban voltál, ez felháborító. Nem is érdekli őket, nem is veszik észre, és nem is segítenek, tehát nem mindenkire vonatkozik, csak azt mondom, hogy sokkal jobb azt megtenni, hogy túlélem ezt az időszakot, és akkor így hagytam ott a kutyákat, így most ott hagytam a kutyákat, mert már kezdtem éhezni, és akkor úgy döntöttem, hogy jó. Ja, tudok pénzt keresni, kézzel tudok pénzt keresni. Most nem kell nem ilyen kell, értelemben nincs, a kaja. Nincs. Nincs probléma. Nincs probléma. Nincs probléma. Mi a luxus ez idő szerint a te életedben? Ami olyan a cigarettán kívül. A cigaretta az bántó luxus. Nagyon érdekes, hogy ragaszkodom a Mercedesemhez. De az azért nem luxus, mert nagyon keveset fogyaszt. De azért Mercedes fönntartani, az figyelj, az nehéz. Miért ragaszkodsz hozzá? Mert mindig elvisz arra a pontra, ahol akarok menni. És hogy most megkért két fine dining étterem, hogy segítsek nekik a marketingbe, ez tehát vannak ilyen szakaszok. Éhezek, és az éhezés után meg fölhív két étterem, most nem beszéltem velük, hogy mondhatom, mert azért nem mondom a nevüket, hogy segítsek nekik abba, hogy Michelin csillagosok legyenek. Képzeld, a gerilla marketing, ez elképesztően értek, ezt tudják. Bármikor átverem bármelyik médiát. Azt tényleg. Mert tudom, hogy működik. Csak ez egy nehezen, mert ez egy nemzetközi ügy, de meg akarom csinálni. És ilyenkor leültök tárgyalni, nem, te mondasz egy összeget, hogy mennyire segítesz? Nem, hanem meghallgatom először a problémát, mert majd meg tudom ezt csinálni, hát azért ez nem olyan egyszerű. Tehát te tulajdonképpen médiailag fogod eljuttatni őket? Igen. Egy másik polcra. Egy másik ország, igen. Elfogadják az irányításomat, az sokkal fontosabb. Ez az önérzetednek fontos? Nem, hanem nem lehet másként megcsinálni. De fontos annak is, nem? Igen, de ha azt akarom, akkor egy csapat, azért tudtam csapatokat vezetni, a csapat minden egyes tagja a cél irányába húz. A szakács, a pincér, a média, és akkor győzünk. Ne viccelj, rengeteg közösséget vezettem. Tényleg. És ennek ez a képzeld,
elképesztő érzéken van mások tehetsége, ja, ezt mondtam, tehetsége felismerni, és azt megfuttatni. Az a képe is, nem az, hogy az én elképzelésem valóra válik, hanem hogy az ő képességei kibomlani. Igen. Most ezen töröm a fejem egyébként, de még van időm. De mondod, hogy én mondtam tán, hogy a te önérzetednek, vagy önbecsülésednek biztos, hogy sokat jelent mindez. Neked volt olyan, hogy a belső önbizalmad, önérzeted, igen, öntudatod, az kikezdte mindaz, ami körülötted van, vagy ami veled történt? Persze, nem. Többször. Az hangulati egy kicsit. Nem vagyok borderline, de igen, valamitől rettenetes szorongásaim tudnak lenni. Tényleg. És nem tudom megokolni, egyszerűen rám tör a szorongás. Nem is tudod megfogalmazni, hogy mitől félsz? Nem nagyon tudok, csak érzem. Igen. És olyankor mi történik? Egyrésztről megérzem előre a rosszat, tehát történik rossz, és most az jó, hogy előre megérzem, vagy nem, azt nem tudom. Régen azt gondoltam, hogy jó, mert fölkészít Isten a rosszra, és akkor könnyebb azt elviselni, de aztán rájöttem, hogy nem olyan jó, mert sokkal jobb megijedni, mint félni. Hogy kifordítsam ezt a kifejezést. Sajnos igen, a szorongás valahogy megmaradt, azt tudom. De hála Istennek meg tudok szabadulni mondjuk egy jó kis betonozással a szorongástól. Tényleg, hogyha nyomod a tanicskát, múlik a szorongásod. Velük te szót értesz, ugye? Az ottaniakkal. A kétkezi munkásokkal. Igen. El is fogadnak, nagyon örülök. Azért mondom, hogy nekem aztán könnyű volt az értelmiséget elküldeni a Pitlibe, mert találtam egy újabb közeget. Ők a te barátaid? Nem mondanám. Nagyon szeretem, hogy, de nem, ugye mindig van kivételes példa, mert ugye aztán nálad meséltem, hogy leüvöltöttem valakinek a fejét, és majdnem infarktus kapott. Nem, ezt a Fialánál meséltem. Vagy Fialán, na mindegy, igen. Azt mondjuk el, nem biztos, hogy mindenki látta a Fialán. Semmi, egyszer valaki belekötött, hogy takarítok Covid idején, és egyre inkább mászott rám, és akkor megfordultam, üvöltöttem vele, és mondom, hogy rettetes a harag, na itt a harag példa, hogy látod, hogy, és majdnem infarktus kapott, majdnem meghalt. És, de szerencsére nem. De nem ez a jellemző, inkább az, hogy például ők állandóan meghívnak kiskeserűre, utálom a kiskeserűt, én állandóan mindig próbálom visszautasítani, köszönöm szépen, hogy nem kiskeserű. És az nekik szerintem nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen, hogy ők mondják, ilyen tanult ember ide lecsúszott, ahol ők vannak. Lecsúszott? Hát ők azért azt gondolják, azért nem hülyék. Te így gondolod? Magyarországon a munkásokat elképesztő szinten zsákmányolják ki entre. Kérlek, ne tréfálkozz velem. Rettenetes, tudod, milyen órabérek vannak? Tudod, mit csinálnak a munkás? Ne csinál, ne ügyeskedj. Szörnyű. Szörnyű? Hát szerintem. Én a baloldali gondolkodási ember vagyok, igen, szörnyű. Szörnyű, igazságosabb elosztási rendszerekre lenne szükség. De most már eljutottunk oda, hogy egy futár többet keres, mint egy tanár, tehát nem is tudom, hogy mit beszélek. Tehát igen, valaki azt mondta, hogy tanár volt, hogy elment ilyen volt futárnak, hogy kétszeresét keresi. Tehát most már nem lehet azt mondani, most már nem, igen, éppen most változik meg, most már az értelmiség is olyan szintre csúszott le, mint a munkásosztály. Igen. Te arra nem gondoltál, hogy elmenj volt futárnak? Nem. Miért? Nem is vágyom olyan sok pénzre. Miért? Nem, nincs rá szükségem. Miért lenne rá szükségem? Miért kéne sok pénzre? Hogy például tartalékoljon az ember annyit, hogy ilyen inségesebb időszakok ne üljenek elő, amikor éhezik. Nem tudtam soha. Mindig a feleségem csajom osztották be a pénzt. Kézzel nem tudom beosztani a pénzt. Képtelen vagyok rá. Azt mondtad egy interjúból, hogy a 90-es évek közepén től 5-600 ezer forintot, igen, is kerestek. Nagyon kerestem, igen. De az hol van? Mindenhez áll ez. Tényleg. De azt nem te költötted el, hanem a nők? Hát együtt költöttük el, de én is. De azért mondom, hogy... De mire? Hát azt tudom, hogy Európában hány helyen voltam én. Tudod, hogy mennyit utaztam? Hú, mackó, az jó ám. A Viszk is mondta nekem egyszer, hogy nagyon jó döntés volt, hogy az a pénzt, amit elrabolt a bankokból, azt mind elutazta. Mert az emlékeket nem lehet elvenni, ez így van. Te inkább a múlton vagy a jövőn gondolkodsz? A jövőn nem gondolkodok, a múlton sokan. Eszedbe jut egy-egy utazás? Na persze. Egy-egy élmény, nagyon, igen? Igen, nagyon sokszor, igen. És újra átélem, és ugyanolyan jó. Ugyan, akár Korzika, akár... Kivel voltál Korzika?
Még az első feleségemmel és a lányaimmal. Görögországban egyszer az csodálatos volt, Lucsesz, ez Korfun van, az egy nagyon magas hegyi falu, ahol még turisták sincsenek, ott kivettem valakinek a ház. Nem, ezek nagyon jó, nagyon jó. Ott boldog voltál nagyon? Igen, igen. Hát a kedvenc városom Český Krumlov. Én nagyon szeretem a cseh kultúrát, és Európa közepének tartom. Visszavágysz te oda kicsit? Oda, igen, igen, mindegyik helyre visszavágom. Igen? Igen, igen. Meg vissza. Abban a létállapotban, mikor ott vannak a kicsi a szabadság és a pénz így kapcsolódik össze, akinek van pénze, van szabadság, és az fantasztikus érzés. De meg azt... Firenze, hát tényleg. Nem, Amerikában nem voltam még ilyen nagyon távoli helyeken, de engem ugye Európa vonzott mindig is. London, és... kellemes volt egy klubba viszkit inni. Azt hiszem Dante írja azt, nem tudom szó szerint, a legszomorúbb dolog a nagyon jó dolgokra gondolni a múltunkba, mert tudjuk, hogy az már nem fog megismétlődni. Igen, de valahogy vissza tudok helyezkedni, amikor a tenger simogatja a fiaimmal ott úsz. Nem, nekem nem fáj. Nem fáj? Nem, jó. Jó, hogy megvolt, nem. Nem fáj. Kicsit... Például föl szoktam tenni magamba a kérdést, 5-600 kilométerre van Český Krumlov, eljutok még valahova? Ha eljutok, nagyon szeretnék egy sört inni, és enni egy ilyen csülkös dolgot, amit... Egy knédlivel valami. Knédlivel. Azt mondom, az oké. Okay. Közben hallgatom a templom tornyának a harangozását, 1300-ban, vagy mikor épült. Azért mondom, hogy ha eljutok, az áldás. Ha nem, akkor nem érdekes. De jó volt, igen. Utazni jó volt, szerintem. Mennyire látsz te most körülbelül előre a saját életedben? Egy nap. Ezt találkom. Tudod, mi a rossz ebbe? Hogy még az is változik. Mert az a munka, amit én végzek, azt bármikor lemondják. Az nagyon rossz. Tehát az alkalmi munkás, egyébként például ilyen biblikusan mindig napi bért kapok. Tehát nem előre, hanem amikor dolgoztam, megkapom. Jézus mondja, hogy ki jár a munkásnak a bér, ezt tudod, miért fontos? Mert nagyon sokszor nem fizetnek ki. Ez hanakom. Az döbbenetes. Sok ilyen volt, hogy dolgozták, miért verejtékkel, és nem kaptam érte. Nem kaptam érte, és közben nem perelem be, tehát semmi, nem csak mondom. Hogy. És ezért fontos ez a mondat, megilleti a munkást a bére. És ne, amikor valaki meg akar velem beszélni valamit találkozót, a jövőjétre, vagy valamire, mindig ezt mondom, hogy kérlek, aznap beszéljük meg, mert akkor tudom pontosan megmondani, hogy hogy lesz velem. Ez most már a baráti körülmény, mint tudják is, igen. Velünk akkor nagyon nagyvonalú voltál, mert egy hete egyeztettük ezt az interjút, és mondtad, hogy itt leszel. Hát most megint nem, igen, igen. Hát de szólnom kellett de valakinek, akinél dolgozok, hogy megyek a Kadarkaihoz, azt mondta, hogy oké. Okay. Jó, na. Veled kivételt teszek, de tényleg most már többet nem mondok. Mondom neked, a fialát meg lemondtam. Mert elkezdtem házat építeni. Pedig most indult be a közös ilyen podcastunk, vagy nem. Igen. Igen. Azt mondtam, hogy sajnálom, de házat építek. Nagyon sokan mondják, hogy nagyon szeretnék, hogyha írnék, de azt is mondtam, hogy azt is abba hagytam. Azt nagyon, abban nehezen törődnek bele. De hogy most valaki fölhívna téged? Igen. Egy főszerkesztő, egy felelős szerkesztő, és azt mondaná, hogy írjál. Már nem. Tényleg nemet mondok. Van egy kivételt teszek, de az csak kivétele. Az öniróniám is a gún. Az a budakeszi hírmondó. Képzeld el, de értsd a poént. Szórom a budakeszi hírmondót, bedobálom a postaládákba, és egy cikket írok. Mert amikor azt mondják, hogy nem is írt a Bakács, de a budakeszi hírmondókba. De azt nem tekintem publikálásnak, mert olyan kevés és minimális. Azt szoktam mondani, hogy ha nincs olvasó, minek írjak? Azért tényleg én mindig az olvasóknak próbáltam írni, nem magamnak. Kicsit úgy, és azért írsz a budakeszi hírmondóban, mint amikor valaki, aki nagy játékos volt, stikába, otthon, a lakásban, még igen. Dekázgat egy így kicsit. Van, így van, tök pontos. Igen, ez amit mondasz, igen. Egy kis dekázgatás, de ennyi. Hát én azt kívánom, kettőt kívánok neked. Az egyik, hogy ne csak dekázgatás legyen ez, nem? Hanem lássuk ezt pályán is, meg hívjál fel, hogyha Český Krumlovba vagy, jó? És ez egy jó velem. Egy knédlit. Akár el is megyek egyszer. Szóljál. Jó. Most komolyan veszem, amit mondtál. Hiába ülünk a médiában. Én se hazudok. Jó, tudod, csak mondom, hogy komolyan vettem. Jó, oké. Örülök, hogy láttam. Én is köszönöm a meghívást.